Üdvözöllek a 2024 legjobb okos otthon termékei videósorozatomban. Ebben az epizódban az okos hubokat és bridge-eket, azaz hidakat, valamint minden olyan opciót fogunk átbeszélni, amivel az okos otthonot központját létre tudod hozni és kvázi üzemeltetni. Amit fontos leszögeznünk, hogy egy haladóbb setuphoz mindenképpen szükséged lesz egy hubra. Ha mondjuk csak Zigbee-t vagy Apple Home-ot tervezel használni, beszerezhetsz egy HomePod Mini-t vagy Apple TV 4K-t, Zigbee esetén pedig szükséged lesz egy dongle-ra, amit mindjárt át is beszélünk, de akár beszerezhetsz egy Home Assistant Raspberry Pi mini számítógépet, ezek olyan 30-50 ezer forint körül mozognak. De van egy másik irány is, amiről nem igazán beszélnek ilyen bemutató videókban, és nem is értem, hogy miért. Ugyanis használhatsz egy NAS-t is, ami kvázi ugye olyan, mint az otthoni saját szervered, és egy alapszintű tech tudással is már elég sok mindent ki lehet belőle hozni, például fájlok kezelése, biztonsági mentése, hozzáférés hálózaton belül, vagy akár bárhonnan a világon. Aztán van még rengeteg gyári app is, amit úgy képzelj el, mint a telefonod app store-ja. Nekem az egyik kedvencem a Plex TV, ezt használom filmezéshez, mert azért sok minden nincs fent a Netflixen. És a Home Assistant-et is telepítheted rá, bár nem a világ legkönnyebb dolgáról van szó, elég jó útmutatók és videók vannak róla. Én konkrétan a Terramaster T6-423-as 6 helyen rendelkező NAS-t használom, a merevlemezeknek pedig a Western Digital Red Plus szériáját, amik kifejezetten NAS-hoz készültek, és csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni. A NAS maga meglehetősen csendes, és a teljesítménye is király, az Intel Xeon 4 magos processzorának és a bővíthető 4 GB-os DDR4-es memóriájának köszönhetően. A T-Rate konfigurációt használom, ami azért veri szerintem a piacot, mert úgy biztosít több tárhelyet, hogy közben RAID 6 szintű biztonsági mentés szintet tart. Ami pedig a Western Digital merevlemezeket illeti, 6 darab 12 terabájtos verziót szereztem be, és itt muszáj egy shoutout nekik, mert imádom a termékeiket annyira, hogy beszereztem még 2 NVMe-s SSD-t a PS5-ön bővítéséhez, és a Sonetec Thunderbolt 4 dockhoz is, ami az otthoni dockolt MacBook setupomnak a lelke, de erről bővebben mesélek majd a Home Office Studio túromban. Nézd körül egyszerűen, annyira király, és úgy érzem, hogy létrehoztam az egyik eddigi legkreatívabb, legproduktívabb teret, szóval, ha érdekel, mindenképp iratkozz fel a csengővel, szerintem megéri. Mondjuk vicces lenne, hogyha mást mondanék, de tényleg van pár új kütyüm, és végre megtaláltam a legjobb monitort, és hozzá egy szuper, lebegő állványt, szóval, tudod, iratkozz fel, mert pár hét múlva jön az a videó is. Hidak. Akárha úgy döntesz, hogy beszerzel egy NAS-t, vagy akár nem, nagy valószínűséggel szükséged lesz valamilyen bridge-re vagy hub-ra. Itt vannak a legjobbak 2024-re. Sonoff Dongle Plus és ZB Dongle E. Mindkettő előre flash-elt, a Dongle Plus-on LZ-net 6.10.3, a Dongle-in Z-Stack 3X0 koordinátor firmware protokoll van. Támogatja a ZHJ-t és a Zigbee 2MQTT-t is Home Assistant-ben, a Dongle EFR32MG21 plus CH9102F, a plusz pedig CC2652P plus CP2102N. Őszinte leszek, nem értek olyan szinten hozzá, hogy bármit is javasoljak arra, hogy melyik a jobb, vagy hogy mit jelentenek ezek, de szerintem mind a kettő bármire, mindenre nagyon jó, de ahogy megtudtam, az egyik lehet, hogy jobb ZHA-hoz, a másik pedig ZB2 MQTT-hez, de mindkettő támogatja mindkettőt. Maga a ház az alumínium, ezért csökkenti a jel zavarásának előfordulását, plusz van egy külső antennájuk, opcionálisan pedig egy másfél méteres kábelt, USB hosszabbítót rendelhetünk hozzá a még jobb vétel kvázi térerő érdekében, és $20 kerülnek. Sonoff Zigbee Bridge Pro. Akár 128 aleszközt is hozzáadhatunk, de ehhez szükséged lesz extra Zigbee routerekre, ami lehet akár egy okos lámpa vagy kapcsoló. Beállíthatsz rajta különböző módokat, mint otthon vagyok, nem vagyok otthon,
vagy alvásmód. Teljesen lokálisan működik, tehát a Zigbee eszközeid akkor is funkcionálni fognak, hogyha nincs internet, persze ilyenkor távolról nem tudod elérni, csak a helyi Wi-Fi hálózatodra vagy csatlakozva akkor. És igen, Wi-Fi és Zigbee kettős protokollt használ, ami azért különösen fontos, mert lehetővé teszi a két típusú okos eszközök közti kommunikációt is. A bridge funkción túl még intercomként is funkcionál és használható, így például válaszolhatunk a bejárati csengetésére, hogyha van okos csengő, erről van dedikált videóm, ha gondolod, nézd meg. Sőt, ha többet is beszerzünk belőle, és mondjuk több szobába rakjuk, akkor ezen keresztül is beszélhetünk a másik szobában lévő emberekkel, vagy kutyákkal. $25 kerül. Sonoff iHost Smart Hub. A kulcsszó itt a lokális. És pontosan azért lokalizált ez a hub, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és biztonságosabb legyen. Helyben tárolt és elvégzett automatizáció és hozzáférés akkor is, hogyha az internetek nem működnek. Tehát nincs internet. Az adattárolás és kezelés is lokálisan történik, kompatibilis Zigbee és Wi-Fi eszközökkel is, a perifériák terén kapunk SD kártyaolvasót, USB-A és C, valamint Ethernet portot is. Beépített mikrofonnal és hangszóróval is rendelkezik, kompatibilis szinte minden ökoszisztémákkal, nem csak a Home Assistant-tel meg a Sonoff-fal, hanem natívan támogatja a Philips Hue-t, IKEA-t, akara eszközöket is, ami azért nagyon király, mert még van benne Matter is, tehát azt jelenti, hogy szinkronizálhatod az eszközeidet a HomeBridge-el, és utána Alexán, Google Home-on vagy Apple HomeKit-tel is használhatod. A kódereknek izgalmas lehet, hogy nyitott a piac van, és rengeteg add-on készül rá, amit saját kódolással is testre szabhatunk. $68 kerül. Melyik tetszik ezek közül a legjobban? Kérlek, írd meg kommentbe, és beszéljük át, hogy szerinted melyik a legjobb, vagy te egy teljesen más utat választanál. És folytassuk ott. IMAX Neo MultiBridge Pro Smart Zigbee. Ez a hub Zigbee és Bluetooth eszközöket is tud vezérelni, Ethernet porttal is rendelkezik, így akár közvetlen csatlakoztatható a routeredhez is. Egy dolgot sajnálok, az pedig az, hogy nem tud Zigbee dangleként operálni a Home Assistanthez, de ha sikerül csak Tuya-nál vagy Zigbee-nél maradnod, akkor ezen keresztül simán tudod az eszközeidet Home Assistantbe integrálni. Tehát, ha annyira meggyőztek téged is az IMAX-nek vagy IMAX-nak az a termékei, mint engem, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez a márka annyira alulértékelt amúgy, pedig nagyon jó minőségű, és szerintem sokkal elterjedtebbnek kellene lennie, de hogyha ezek meggyőztek, akkor amúgy erre meg tökéletes ez a hub. Az ára pedig egy plusz meggyőző érv, ugyanis csak $37 kerül. Nem rossz, ugye? Ha te is így gondolod, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod ezt a videót. Nézzünk egy teljesen más irányt, ez pedig a Homey, ami egy másik kiváló lehetőség egy haladó okos otthon kialakítására. És ha all-in döntesz és beszerzed a Homey Pro-t, akkor mindent all-in van, ha már all-in, érted? Szóval mindent is egyben megkapsz. Mindez egy kiváló felhasználó élménnyel és teljesítménnyel társul. És hogy miért mondom azt, hogy menj all-in? Mert szinte minden vezeték nélküli technológiát támogat. Dual band Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz-es rádiófrekvencia, infravörös, és persze Zigbee 3.0, de még Z-Wave plusz 700 széria, és Matter és Thread támogatást is nyújt. Kimarad bármi? Szerintem ezek konkrétan mindent is lefednek. Mindehez pedig egy elég erős hardvert kapunk a Homey Pro-val, 1,8 GHz-es 4 magos ARM V8 processzorral, 2 GB RAM és 8 GB belső flash tárhellyel, ami nemhogy bőven elegendő, de még egy nagyobb háznak is overkill szerintem. Talán olyan mondjuk közepes 50-100 főt kiszolgáló okos iroda lehet a limit, de persze erre is lesz egy megoldás, amit mindjárt el is mondok. Minden lokálisan történik, ami azt jelenti, hogy plusz összekötheted a Homey Pro-t a belső hálózatoddal egy Ethernet adapterrel. Ez a gyakorlatban három dolgot jelent. Megbízhatóság, alacsony késleltetés, vagy reakció és biztonság. Ráadásul az egész setupról készíthetünk helyi biztonsági mentéseket, amit a Mac-ünkre vagy PC-nkre, de akár a NAS-unkra is rátárolhatunk, helyezhetünk. Emlékszel még a limitációra?
Mi van, ha bárhol lassúnak érezzük a reakciót, vagy tényleg olyan nagy térről van szó, vagy vastag betonozott falakról és egymástól távol lévő helyekről, de mégis használni szeretnénk. Itt jön képbe a Homey Bridge, amivel bármekkorára kiterjesztheted a vezeték nélküli erős lefedettséget, és még egy úgynevezett repeaterként is működik Zigbee-hez meg Z-Wave-hez is. A felhasználói felület és élmény fantasztikus, már-már Apple szintű, tényleg látszik benne, hogy mennyi időt és energiát fordítottak rá. Vegyük például az Advanced Flow szerkesztőt, ami vizualizálja az automatizációkat. Ha pedig tudsz kódolni, vagy profi szintet szeretnél kihozni belőle, akkor használhatod az úgynevezett Homey scriptet. Egy web API által testre szabott Homey scriptet tudsz te is készíteni, amúgy JavaScriptben. A Homey Pro-nak csupán egy egyszeri költsége van, ami mondjuk drágább, mint a többi Hub vagy Bridge, mert $440. Viszont mindent megkapsz vele rejtett előfizetési díjak nélkül, és future-proofolod magad, hiszen a jövőbeni technológiák, update, amik lehetnek, azok bele fognak kerülni. De beszerezhetsz egy olcsóbb Homey Bridge-et is, ami csak $75, és előfizethetsz akár külön is az alkalmazásukra, havi $4 áron. Itt egy dologra azért fel kell hívnom a figyelmet, hogy a Homey Bridge nem támogatja alapból sem a Matter-t, a Thread-et sem, és a helyi Wi-Fi-t sem, és nem hozhatsz létre vagy használhatsz testre szabott skripteket. De ezen kívül viszont mindent ugyanúgy megkapsz, mint amit a Pro verzióban. Ja, és az Ethernet adapter $35. És ezzel elértünk a videó végéhez, köszönöm szépen, hogy megnézted. Mivel itt vagy, talán érdemes lehet megnézned a legjobb okoszárakról és más jól kiegészítő okos kütyükről való videóimat, ezekhez csak kattints ide, de előtte lájkolj, kommentelj, iratkozz a csengővel együtt, mert rengeteg okos otthonos bemutató, tutoriál, use case-es videóm jön, úgyhogy remélem, hogy találkozunk a következőben, mondjuk ezekben, klik, klik, szia, sziasztok!